A fejedelemasszony portréja. Brandenburgi Katalin aranyai, 1630. Brandenburgi Katalin 1626-ban házasodott össze Bethlen Gábor erdélyi fejedelemmel, aki már életében feleségét jelölte ki utódjául. Fejedelemsége alatt csupán dukátok készültek a kolozsvári verdében 1630-ban, amelyek előlapján a fejedelemasszony szembenéző mellképe látható. Díszes, csipkés gallért és nyakláncot visel. Ugyanazon előlap azonban két különféle hátlappal is készült. Az egyiket Madonna ábrázolás díszíti, alul címerpajzsban a brandenburgi sas kapott helyet. A másik típus hátlapján viszont egy jóval összetettebb címer található. Az alappajzs 6 mezőre oszlik. Az első mezőben Erdély címeréből a sas és a nap, a másodikban Erdély címeréből a hét vár és a hold, a harmadikban Nürnberg várgrófi címere, a negyedikben Brandenburg, az ötödikben Pomeránia, végül a hatodikban a Hohenzollern családi címer látható. A szívpajzsban a sárkánnyal körbevett Bethlen családi címer. Nyakukon egy nyílvesszővel átlőtt, két egymással szemben álló vadlúd látható. A nevét és címeit felsoroló körirat mindkét típuson azonos. Katalin Isten kegyelméből született brandenburgi őrgrófnő, a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelemasszonya. A hátlapon folytatódik, Magyarország részeinek úrnője, székelyek ispánja, Poroszország Jülich Kléve Berg hercegnője.